A műsor támogatói a Nintendolgok és a Nintenblog. Hello, sziasztok, ez itt a Game Boys. Mi beszélünk róla, hogy nektek ne kelljen. Vagyis beszélhetünk róla is igazából. Igen, nem tiltjuk meg, de így, nem tudom, kevésbé kell. Szóval ez a Game Boys Podcast, és én Krisi vagyok. Én meg Szabolcs. És a mai témánk... Konami! Igen. Ami egy királyjáték, és visszahozza a gazdaságunkat. Igen. Jó, hogy ezt senki nem fog érteni. Ez nagyon szomorú. Jó, mindegy. Szóval, igen, tehát a Konami, ami egy játékfejlesztő cég, ami nagyon megosztja igazából a véleményeket. Hát igazából annyira nem is osztja meg, tehát nagyjából mostában majdnem mindenki egyetért, hogy az utóbbi egy-két évük meg a kilátások a jövőre az eléggé, mondjam azt, hogy a vég a segge alatt. Igen. Viszont ami nagyon szomorú, hogy igazából honnan kerültek ide, mert így a 80-as, meg a 90-es években, illetve még a 2000-es évek első felében is egy nagyon neves, meg nagyon nagy játékkészítő cég volt, akik tehát népszerűek is voltak, mindenki szerette a játékaikat szinte, és egyszerűen nem értjük, hogy kerültek idáig. Igen, tehát kb. A legjobbakból estek lényegében a legrosszabbak közé, így egy-két év alatt szinte komolyan, tehát így, mint a szisztematikusan le akarták volna építeni az összes komoly franchise-ben, és folyamatosan rosszabb döntéseket hoztak. Igen, hát gyakorlatilag most már szinte egyik ilyen játéksorozatukkal se nagyon akarnak foglalkozni, ahogy mondták. Hát most ugye nemrég jött ki a Metal Gear Solid 5, de előtte nem is tudom, egy ideig nem nagyon volt ilyen nagyobb sorozataikból játék, amit talán a Castlevania-ból, de igazából is csak ilyen spin-off. Hát a Castlevania-ból másfél évvel azelőtt volt a Lord of Shadow 2, amivel szintén azt mondták, hogy az utolsó ilyen rész lesz, és az utolsó akármilyen Castlevania is. Ezt is mondták, hogy az utolsó akármilyen Castlevania? Igazából nem mondta senki, de nagyon úgy tűnik, hogy nem olyan akarnak abból se csinálni újat, mert aztán senki nem mondta. A korábbi Castlevania-s főemberkét a Koji Igarashi kirúgták korábban. Igen. Ugye a Metal Gear készítőjét is, Hideo Kojimát kirúgták, aki kb. Egy a legnagyobb arc volt gyakorlatilag a Konaminál. Igen, tehát komolyan nem is értem őket, hogy most... Igen. Mert hogy állítások szerint a konzoljátékokban már nincs annyi pénz, és hogy a mobiljátékoké a jövő, és hogy igazából már csak ezzel akarnak foglalkozni, kivéve egy sorozatuknál, a Pro Evolution Soccernél, mert hogy nyilván, ugye aki nem tudná, ez olyasmi gyakorlatilag, mint a FIFA, hogy egy éven, nagyjából évente, vagy lehet, hogy kicsit ritkábban megjelenő focis játéksorozat, tehát gyakorlatilag a részek között nem nagyon kell sok mindent ötletelni, meg sok dolgot megváltoztatni, és mégis nagyon sokan veszik, mert ugye, hát ahogy látjuk Magyarországon, és az ilyen sportjátékok nagyon népszerűek. És ilyen szempontból lehet, hogy valamilyen szinten igazuk van, hogy tényleg lehet, hogy ez hozza be a legtöbb pénzt hozzájuk, de én teljesen biztos vagyok benne, hogy egy új Castlevania-ba vagy egy új Metal Gear-be is érdemes lenne befektetni pénzt, mert biztos, hogy nagyon sok embert érdekel. Ez egyébként nyilvánvalóan így van, és az, hogy most a mobiljátékok a jövő, tehát kb. 10 éve ezt mondja mindenki, hogy a konzolpiac haldoklik, és a mobiljátékok a jövő. Igen, és hát egyáltalán nem így van igazából, ahogy látjuk. Ami a legközelebb áll hozzá a handheld piac, azt sem nyírta ki egyáltalán, tehát a 3DS baromi népszerű, jó, persze, és a játékadások is jók. Persze nem olyan népszerű a 3DS, vagyis nem adtak még el annyit belőle, mint a sima DS-ből, de azért... Tartja magát, tehát egyáltalán nem rossz eladásai vannak, még ahhoz képest se, hogy az első kb. Két éve nem volt épp a legfényesebb. Hát igen, és tehát szerintem azért mindig lesz egy réteg, ami inkább ezekre a komolyabb játékokra kíváncsi. Igen. És ebből a szempontból nagyon szomorú, hogy van a Konaminek egy csomó sorozata, amik lényegében most vagy mobiljátékot csinálnak belőlük, vagy semmit. Mert... Igen, évek óta gyakorlatilag a legtöbbben már nem is kezdtek szinte egyáltalán semmit, ha csak nem számítjuk azt, hogy virtuál konzolra egy-két játék kijött, de tényleg, tehát körülbelül ennyi. Tehát ott van például a Gradius, ami szinte az egyik ilyen nagy, tehát nem is szinte, hanem konkrétan az egyik ilyen nagy úttörője volt az ilyen űrbeli lövöldözős játékoknak, és ugye nagyon népszerű volt egészen addig, amíg nem tudom, tizen akárhány évvel ezelőtt így abba hagyták az egészet, és nem is nagyon csináltak belőle játékot. Vagy ott van például az én egyik személyes kedvencem, a Mystical Ninja, vagy más néven Goemon sorozat, ami egy 86-ban elkezdett sorozat, és egészen 2005-ig csináltak belőle játékokat, de így átlagosan évente, vagy évente még többet is, viszont azóta így egyet se. És pár éve csináltak belőlük ilyen pacsinkó játékokat, amik, hogyha valaki nem tudná, akkor ilyen Japánban nagyon népszerű ilyen szerencsejáték, ilyen nyerőgép-szerű dolgok,
És mostanában igazából egy csomó sorozatukkal elkezdték ezt csinálni, hogy úgymond eltemették őket, és így csak pacsinkókat csinálnak belőlük. Igen, szóval ez volt a Castlevaniával is, meg a Silent Hill-el is, igen. És most egy Metal Gear-eset is bejelentettek egyébként. Igen. Ja, tényleg a Silent Hill is egy olyan egyébként, ugye, hogy tervezték a következő részét, és ugye csináltak is egy ilyen teasert hozzá, ugye a PT nevűt, ami magában is nagyon népszerű lett ahhoz képest, hogy ugye csak egy demo úgymond, és egyszer csak gondoltak egyet, és így abbahagyták a fejlesztését, és bejelentették, hogy hát mégse fog elkészülni ez a játék, pedig biztos, hogy nagyon sokan várták, és tehát igazából nem értem, hogy igen, ráadásul ez is olyan elég nagy nevek dolgozhat, tehát ott van például Kojima is, meg mellette Guillermo del Toro, aki mondjuk filmrendező, de igen. Lényegében azért ért a horrorhoz. Igen, mondjuk lehet, hogy tényleg azért valamennyire ennek is része volt benne, hogy ugye Kojimát kirúgták, és ugye ő volt az egyik ilyen nagy ember így a játék mögött, és lehet, hogy még nem volt annyira előre a fejlesztésben a játék, hogy úgy gondolják, hogy Kojima nélkül ezt nem tudom, meg akarják csinálni, vagy igazából fogalmam sincs. Hát igen, viszont aztán utána még emellé le is tették a PT-t, tehát ezt a demót a... Ja igen, letörölték. Tehát PSN-ről, és aztán olyan is volt, hogy amikor tehát közvetlen miután letörölték, utána egy csomóan elkezdtek árulni eBay-en olyan PS4-eket, amire elevezve van töltve, és akkor aztán itt is aztán a Konami beszólt az eBay-nek, hogy ez tiltsa le, mert hogy ez egy illegális, egyébként tényleg az, mert accountokat nem szabad eladni, viszont akkor is érkább, és senki nem csinál, és ez ilyen nagyon petty dolog. Igen, tehát nem is értem meg, ugye ez, hogy mondtuk, hogy nem is nagyon akarnak meg foglalkozni a konzoljátékokkal, ez ugye mostanában szinte ilyen nyílt titok, vagy nem is tudom, hogy beszéltek-e róla így, tehát beszéltek-e róla így valami sajtónak, vagy ilyesmi, de úgy tudom, hogy azt hiszem idén már kétszer is megcáfolták ezt, hogy tehát, hogy mégse hogy nem akarnának nagy konzolos játékokon dolgozni, de aztán meg valahogy mégiscsak ott kötöttünk ki, hogy igazából ők mégiscsak a mobil játékokkal foglalkoznak. Meg úgy tudom, hogy csomó emberüket is kirúgták, akik az ilyen nagyobb játékokon dolgoztak, ugye Igarashin, meg Kojiman kívül is. Tehát... Igen, a Silent Hill-el is egyébként valami borzalmas, hogy mit csináltak, tehát aztán a 34. rész ugyan nem is tudom már, de aztán nem adták vissza az eredeti csapatnak egyszer sem, hanem őket is szétszélesztették, aztán utána kisebb stúdióknak osztogatták, hogy ők csinálnak belőle újabb részeket, és nagyon változó volt a minőségük. Ráadásul amikor a Silent Hill 2-t és 3-at remake-elték, amit egyébként nagyon-nagyon elrontottak, tehát például kivették belőle a ködöt. Igen. Mert hogy ugye eredetileg azért tették bele a Silent Hill-be a ködöt, mert hogy ugye nem volt elég erős a PlayStation ahhoz, hogy megjelenítse a messze lévő dolgokat, így egyszerűbb volt ugye úgymond köddel eltakarni őket, viszont utána meg tulajdonképpen valamennyire ekkor építették a játékot, hogy ugye ez is a valamennyire félelemkeltő volt a köd, ugye, hogy nem láttunk annyira magunk elé, vagy ilyesmi, de és ezzel, hogy kivették, sokkal kevésbé lett ijesztő maga a játék. Hát igen egyébként, és most emellett is, hogy ez design szempontjából egy hatalmas elrontását látszik, hogy nem értenek a saját szériáikhoz. Még emellé újra is forgatták a szinkronját, méghozzá azért, mert összevesztek közben a volt néhány szinkron színésszel, és nem akarták, hogy ebből akármi részesedést kapjanak, és akkor inkább úgy döntöttek, hogy akkor az egészet újra csinálják, sokkal rosszabb minőségben ráadásul. Igen, ráadásul szerintem azok valószínűleg többbe is került, hogy újra vették az egészet, mint hogy felhasználták volna az előzőt, tehát igazából nem értem. Na mindegy, és igen, mondjuk nem tudom, pár évvel ezelőtt, jó, mondjuk az már egy jó pár évvel ezelőtt volt valamennyire ilyen kis kezdeményezése a Konaminak, ugye Weaver-rel kezdett ilyen régebbi sorozataikból ilyen újabb, egyszerűbb részeket kérni, ugye volt a Castlevania Rebirth, a Gradius Rebirth, meg a Contra Rebirth, és tényleg szerintem egyik játékból se a Castlevania-n kívül nem volt azóta új rész, és a Castlevania is olyan, hogy kb. Odáig voltak, tehát nem is tudom, mikor jött ki utájára DS-re az utolsó Castlevania? Azt hiszem 2009-ben jött ki az utolsó, talán, és a Rebirth is talán egy évvel később, vagy egy év, nagyjából egyszerre jöttek ki. Igen, amúgy. Tehát nagyjából egyszerre, és úgy tudom, hogy azóta sem nagyon csináltak se ilyen klasszikus jellegű Castlevania-t, se ilyen Metroidvania jellegű. Egyiket sem, utána még kijött a Harmony of Despair, ami a multiplayer volt, és nagyjából hát, ebből építkezett, ilyen nagyon spin-off volt az is. Viszont azóta ez a régi, egyik régi vonalat csak követték tovább, hanem volt három Lords of Shadow, ilyen szó-szó minőségben már amelyik, mondjuk az első nekem tetszett továbbra is, de igazából mondjam azt, hogy itt is van egy széria, amiben még rengeteg potenciál lenne, akármelyik régi vonalat elővenni újra, de valahogy nem. Igen, meg ami érdekes még, hogy én 2-3 évvel ezelőtt ugye a Konami megvette a Hudson Softot, ami szintén egy egész nagy ugye játékkészítő cégnek számított, ugye ők csináltak például a Bomberman játékokat, az Adventure Island játékokat, és igazából szinte egyik sorozatukkal se csináltak semmit azóta.
ami így érdekes, és szerintem ezután nem is nagyon fognak, mert ugye itt szinte kiszálltak így az egészből. És nem tudom, hogy akkor ez mire volt jó, hogy megvették. Meg eleve, hogyha tényleg csak mobiljátékokat szeretnének csinálni ezután, akkor szerintem nyugodtan el is adhatnák a sorozataikat, mert nem hiszem, hogy az ilyen casual réteget, tehát mondjuk az ilyen idősödő korosztályt, vagy aki mondjuk nem ismeri ennyire a játékokat, és csak így mobilon játszik, ott annyira érdekelné, hogy mondjuk az egyik játék mondjuk Goemonról szól, vagy csak valami random karakterről, akit mondjuk akkor találtak ki éppen. És szerintem más cégek még simán csinálhatnának új játékokat ezekből a sorozatokba, és lehet, hogy sokkal, úgymond, több szeretetet meg figyelmet kapnának, mint a Konamitól mostanában. Igen, egyébként pont ezt gondolom, hogy amikkel foglalkoznak annak, hogy az ilyen mobil játékok meg pacsinkók, amik ezeken fel is használják ezeket a licenszeket, szóval látszik, hogy akarnak velük valamit kezdeni. Jó, igen, csak... Viszont ezeknek a piacuk teljesen más, mint a, mondjam azt, a gamereké, és általában ilyen, tehát ezeknek a sorozatoknak a régi rajongóik inkább én arcoköpésnek érzik ezeket, és szerintem már csak azért sem. Tehát nem valószínű, hogy egy alapból se játszanak ilyenekkel, és nem hiszem, hogy jobban bevonza őket egy pacsinkóhoz az, hogyha az mondjuk keszülvéniás. Igen, hát mondjuk lehet, hogyha mondjuk én arra felé járok, és mondjuk látom, hogy az egyik pacsinkó keszülvéniás, akkor legalább megnézem, hogy hú, ez de király. De akkor se, tehát nem hiszem, hogy... Szerintem nincs egy szinten azzal a bevétellel, amivel elesnek amúgy, hogy nem csinálnak rendesen. Igen, meg hát nem adják el a licenszt. Hát igen, egyrészt meg másrészt Japánban eleve annyira népszerűek a pacsinkók, hogy igazából semmit nem raksz rá, akkor is csomót keresel vele, tehát igazából tök mindegy. Tehát tényleg szerintem az a legjobb, hogyha valami más jobb, tehát cég megvenné őket, vagy legalábbis eladogatnak külön-külön a licenszeket, és akkor abból lenne valami. Szerintem. Főleg így a Nintendo is egy csomót megvehetne, mert van egy csomó olyan sorozat, ami ugye messze hozzájuk áll a legközelebb. Egyrészt azért, mert egy csomó sorozatuk főleg Nintendo-ra jelent meg, meg egy csomó olyan, amit ugye ők még a 80-as, meg 90-es években találtak ki, és ugye az a stílus, ami akkor volt úgymond elterjedt, meg menő, az manapság már így nagyon a háttérbe szorult, szinte a Nintendo játékokat kivéve. Tehát szinte a Nintendo kívül mindenki csak ilyen realisztikusabb jellegű játékokat próbál csinálni, meg hasonlókat, és nagyon sok régebbi ilyen Konami franchise, meg pont, hogy ilyen, nem tudom, rajzfilmesebb, ilyen úgymond kevésbé brutális tematikájú vagy hangulatú, és szerintem... Mondjuk, de el tudsz képzelni brutálisabbat annál, mint hogy a Yume Penguin Monogatari-ban, hogy a lány pingvin nem akar veled randizni, mert túl kövér vagy? Jó, mondjuk igen, ez nagyon szomorú és nagyon brutális, de nem erre gondolok konkrétan. Tehát az is gyakorlatilag egy kis cuki ellenségekkel, meg cuki pingvinekkel játszódó játék, és tehát nem hiszem, hogy a Nintendon kívül bármilyen nagyobb cég hozzá merne egy ilyesmihez nyúlni igazából. Na jó, szerintem ezt kitárgyaltuk igazából. Hát igen. Nem tudom, hogy ti mennyire ismeritek a Konamit, vagy milyen véleményetek róla, de nyugodtan írjátok le a kommentekbe, hogy nem tudom, ti vártok-e még tőlük valamit, vagy régebbi játékaikról mit gondoltok. Szóval szerintem ennyi volt akkor. Jó. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!